Szeretettel köszöntök mindenkit a mai könyvbemutatónkon, ahol Bertán Ádámmal az új regényéről, a Haramiák című könyvről fogunk beszélgetni. Egy kicsit fura azt mondja az ember, hogy egy regény 120 oldal. De hát az, hogy mi a regény, az nyilvánvaló, hogy egyrészt nem tudjuk, legalábbis ez a korszak nem tudja megmondani micsoda. Másrészt akkor Ian Fosternek van egy 1527-es definíció, aminek nagyon tetszik, hogy minden századnál hosszabb, többé-kevésbé egybefüggő történetet regénynek nevezünk. Na most ez 120 oldal, az, hogy kis regény vagy regény, de hogy többé-kevésbé összefügg-e ez a könyv, ez nagyon nagy kérdés. Ugye, hiszen a korábbi szövegei mindig valamiféle érintkezés alapuló novellák voltak, viszont van egy valami, ami összeköti őket, hogy pedig ez a furcsa cím, hogy Haramiák, holott az olvasó legkevésbé gondol arra, hogy ez valami romantikus rétörtént, ahol elvetemű gonoszok vannak jelen. Tehát ez regénynek ott csinálta, és miért adtad ezt a címet neki? Üdvözlök mindenkit, köszönöm, hogy eljöttetek. Azt gondolom, hogy az érintkezés fogalmát is kimeríti az összes helyzet, ami benne van ebben a könyvben. Tehát nem szerepelnek olyan szereplők benne, amelyek más jelenetekben ne találkoznának valamely szereplőkkel. Tehát valamilyen módon az összes mellékszál, amelyek mellékszálnak tűnnek, kapcsolódnak egy főszálhoz, hogyha van benne főszál. És de mi a Haramiák? Ugye nyilván nagyon ilyen Stúdió 94-es kérdések 83, hogy mit jelent a cím, hogy az a legkínosabb dolog, hiszen nyilván egy cím figyelemfelhívó, vagy akár túlzó is le, de valamit mégiscsak lefed, mert az ember azt gondolja, hogy ezek nem igazán szörnyetegek, de valami azt sejti, gondolja szinte minden történetből, hogy ezek át fogják elvédni. Nekem könnyű volt használni most ezt a szót, mert az első regényemben szerepel ez a szó, hogy Haramia, és ilyen módon valamilyen módon tudok ráépíteni, vagy tudok hozzá kapcsolódni, de természetesen ez egy Schiller dráma címe, amelyiknek a története nem hasonlít egyik történethez se, ami ebben a könyvben van, viszont valamilyen módon úgy éreztem, hogy a morális tétek hasonlóak. Tehát itt mindegyik helyzet egy olyan morális megcsúszásról szól, amiből nem biztos, hogy tudottam, de az egyik fél jövedelmezni fog. És akkor azért gondoltam, hogy passzol ezekre a helyzetekre, vagy erre a helyzetcsoportra ez a cím. Ilyen módon én eltávolodtál, mondjuk az első könyvednek a modalitásától, hangoltságot. Valamiféleképpen egy ilyen tragikuman túli, nagyon ironikus, derűs, poszt-abszurd helyzeteknek sok tekintetben vicces tettek. Vagy pedig mondjuk az iróniának, hogy a humornak nincs akkora szerep, ha tetszik, sokkal komorabb, noha nyilván nem egy ilyen tragizáló beszél, de ha tetszik, az első két könyvednek a hangnemétől, világlátásától kicsit távolabb kerültél. Te hogy látod? Hát örülök, hogy ezt mondod, mert ezt belülről a legnehezebb megítélni, tehát néha az ember ír egy új novellát, vagy ír valami újat, és azt gondolja, hogy ez tök más, mint amit eddig írt, és aztán kívülről meg az látszik, hogy ez megint olyan, mint a Berta Ádám, vagy így nem látszik. Van egy ilyen Berta Ádámságon neked, vagy van egy olyan, nyilván minden írónak van valami attitűdje. Hát, hogyha hozzám beszélnek, akkor biztos, hogy egy jelzőt meg tudsz ezzel kerülni, hogy ez olyan, mint te vagy Ádám, vagy ezt szoktam mondani, és vagy, akkor ebből a szempontból, mint most írod. Ilyenkor nem tudom vasár meg, ugye, hogyha valaki ezt mondja nekem, tehát ez... És ilyen neofrivol, mondjuk Garaci és hazai vidékére jövő író, aki ezt szerződik, ezt a dolgot akarja tovább írni. Egyszer azt hiszem, hogy pont itt az írók boltjában volt egy beszélgetésünk, ahol próbáltam ezt a realista szót mondani, és nagyon ráztad a példát, azt mondtad, hogy ez semmilyen módon nem kapcsolódik ahhoz, amit csinálok. De... Nem, én a realista szó ellen, ez egy agyon használt gumifogalommá vált a 70-es, 80-as évekig, ugyanakkor már inkább mondjuk így a Holmi és a nem tudom én, ezek a posztmarxista irodalmára gondolják, hogy a realizmusnak van érvénye. Egyrészt egy gumifogalom, amire mindenre azt mondja, minden műben van valami realitás, másrészt szerintem nem ír le az irodalomban semmit. Én így gondolom, vagy a legalább a magyar értelmezés történetben az elmúlt 40 év ugye egy olyan valamit, ha realista vagy, fiam, akkor közlünk, ha nem vagy realista, akkor nem közlünk. És minden irodalomban van valamiféle realitás, a legfantasztikusabb is. Tehát én mondjuk mint fogalmat, de most látom, hogy egyre többen, és mindig tiltakozom, hogy ne használjátok, de a fogalmak olyasmik, ugye, hogy hiába tiltakozva, csomó szó, ugye
gunyszó volt, és mégis a barokk barokk lett, és így tovább. A romantika is ugye elvetemültséget jelentett inkább. Tehát, ha a realista akarsz lenni, fel nem lehet. Nem, tényleg annyira nincsenek ezzel kapcsolatban ambícióim, de mondjuk a 70-es években Amerikában, amikor Raymond Carver nevéhez elkezdték a minimalizmus fogalmát kötni, meg annak az első generációjáról beszéltek, akkor ővele egy időben alkottak olyan szerzők, mint például Richard Ford, akit eléggé kedvelek, és őre azt mondták, hogy van egyfajta ilyen mocskos vagy koszos realizmus. Az egy ilyen viszonylag körülhatárolt fogalom, arra ez nyilván nem hasonlít egy csomó szempontból, de akkor, amikor az első novellás kötetem kapcsán többen minimalizmusról beszéltek, akkor én picit megijedtem, és azt éreztem, hogy erre a minimalizmus biztos, hogy nem illik. De talán akkor, ha már a kettő közül kell választani, bár persze miért kéne választani. De nyilván ezek mindig most nagyon teoratizálnánk, egy irodalmi korszaknak, ugye, amely tulajdonképpen egy regiszterkeverő beszédet, az előző beszédformáknak a kigúnyolását, vagy ironizálását, és egy nagyon költői, vagy nagyon sokrétegű nyelvet. Ehhez képest volt egy ilyen visszavétel, egy redukció, inkább így érthető volt, akár az amerikai irodalomban is a minimalizmusra. És nyilván ehhez kötődött valami, ami megtévesztésig hasonlít egy ilyen realista kánon elgondolásai, hogy mi az irodalom. De hát ugye ez nem leképezni akar valamit, hogy ilyen, nem ezt állítja a realista irodalom, azra azt mondja, hogy a reális világ e törvények szerint működik, és ha nem így működik, az nincsen jó. Nyilván minden realizmusnak a 19. században van egy korhoz kötöttsége, és van ez az időtlen realizmus, ami szerintem, mint hogy a posztmodernist kitágult mindenre, amit nem tetszik, vagy nagyon tetszik, használjuk rá. Tehát akkor használhatatlanná válik, csak ennyit akartam mondani. De nyilvánvaló, hogy ez a valami, hogy a nagyon sokan, nem csak te, hogy egy telített irodalmi nyelvet, amit mondjuk az Esztálika Karaci, meg nagyon sokan használtak, valahogy máshogyan akart megfogni. De ez arra való reakció. Tehát ugye az, hogy egy egyszerű nyelvhasználatban látszólag ugye nincsenek benne nagyon erős különféle hangnemeknek a keveredése, vagy irodalmi allúziók, idézetek, stb. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ezt föl kell. De aki e-kód szerint olvas, azt gondolom, hogy például eltévedek a történetben. Most akkor mi a főszám, mi a mellékszám? Azt mondod, hogy morális, de hát ez nem akar valamiféle, ugye a realistőről mindig van példázatosságot. Elmondok egy történetnek, viszont az a meta értelme, hogy ugye a realizmus, vagy a példázatos irodalom ezt akart, hogy valami tanulsághoz. Tehát ebben egy kisiklatod a tanulságot. Ezeknek a történetek nincsenek megfogható tanulsága, hiszen az sem eldönthet, hogy több ezek tényleg annyira elvetemültek, vagy nem, vagy csak belesodródnak egy helyzetbe, ahol ezek a figurák, ugye itt az Icsi utcában lévő albérlőtől, ugye a milliómos átverésekig, részesei, elszenvedői, vagy kieszenvedői a történetnek, ez azért sokkal rejtélyesebben van. Én realista olvasat felül azért jobban eldönthetném, hogy ki a jó és ki a rossz. Tehát mindenképpen az azért fontos inspiráció szerintem, hogy inkább történetelező olvasatokat részesítünk előnybe, nem nyelvi olvasatokat, mert ezzel fordíthatóbbá is válnak ezek a szövegek. Azt hiszem, nekem az az egyik fontos inspiráció, hogy olyasmiket írjak le, ami nem vészel, mondjuk, hogyha valaki egy másik nyelvre megpróbálná lefordítani. Tehát ilyen értelemben a történetelvűség az világos. Ám persze ebben a kisiklatásban is igazad van, illetve ebben is magamra ismerek, de olyan módon, hogyha esetleg a különböző szereplők történeteit összeolvassuk, ebben a történetben valamennyire ott van egy allegória, és azért is próbáltam a szöveg hátán, erről beszélgettünk, hogy ez legyen a könyv hátán, egy csomó ilyen kis Rumcájsz tallérral elválasztva. Mi volt a Rumcájsz ötlete, ő a borító? Ez fricska, az a, ugye sokak számára ez a Rumcájsz, ez egyáltalán nem élői, tehát fiatalabbak is, hogy tudják, hogy ki a Rumcájsz, bocsánat, hogy nem beszéltem, vagy egyáltalán mi ez az ötlete. Ez geg egyszerűen, vagy önnek van valami szerint egy jelentés, most alkalmazom. Remélem, hogy van. Tegnap este hallottam egy még jobb szót, amit talán még kevesebben ismernek. De ki az a Rumcájsz, egy közösség egyenlő? Rumcájsz, az lehet, hogy ismerős, de hallotta valaki azt, hogy Csirizár? Igen. Csirizárt is ismerik. Aha. Én nem például. Az egy másik fordítás, de ugyanúgy Rumcájsz egyébként. Ja. Tehát végül is akkor ismered most már Csirizárt. Csirizár és Csipisz, az azt hiszem ugyanaz, mint Rumcájsz és Csibészke. De az számomra sem világos, hogy őt a rajzfilmes
tervező találta ki, vagy pedig az író. Tehát ennek nem sikerült utána mennem, hogy a szövegek voltak előbb, vagy pedig a rajzfilm után készült a könyv. Annyiban nincs is jelentősége, hogy Rumcájszot én csak, hogyha valakinek csalódást okoz, nincs szó Rumcájszról a könyvben, hanem csak a Haramia megtestesüléseként egy ilyen jópofagesztusnak szántam, meg nyilván mindenkinek eszébe jut róla ilyen kócos szakálú másik ember, akit innen-onnan ismerünk, és akkor emiatt ő egy ilyen jó archetipus tud lenni, és valamennyire megtestesíti azt, aki egy ilyen stukkerrel odaáll az ember elé, vagy úton álló. Igen, ez az ötlet azért is jó, mert szerintem valamint a prózának arról a karakteréről is elárul, ami az amerikai prózának egy jelentős hagyománya, és amit szerintem európai olvasói én sem egészen kaserolok, vagy nem értek, vagy értek, de nem mindig fogadom el, ami a képregény kultúrában nagyon kétdimenziós figurákat tudnak mozgatni, és nincs az a úgymond klasszicitás elmélyítés, amit ugye az európai realista próza így megalapozott. Ugye a figurák többen ugye sokkal érdekes volt a képregény kultúrának a hatása is, és Elisztől kezdve nagyon sokkal olyan figurákat mozgatnak, amik nagyon áttetszőek, nincs ott az, amit nem értem. De közben az egészet persze manipulálja, mint hogy ezért ez nem egy olyan egyszerű történet, hogy itt a falvédő vannak, mint egy rajzfilm lenne, hanem elég kegyetlen történetek, csak nem viszed el pont a tragikumnak, vagy a tragikum innenső, vagy túlsó partja. Látjuk, hogy valami örvénybe fognak belelépni, de ott megáll, és megyünk tovább, és megint nyugodtan kezdünk, és ez furkolódik össze, de az egészben van egy nagy fenyegetettség, de közben elmulasztódik az, hogy megítélik ezeket a figurákat, morálisan kezdődik most. Elvetemült, gonoszak, és ezt vagy ezt értem. Hiszen senki nem bűnhődik meg ebben a történetben, vagy látja, hogy nem bűnhődik meg. Azt gondolom, hogy nem is lett a volna. Van, de nincs büntetés, mondjuk így, hogyha ilyen nagyon nagy képvényt fogalmazom, vagy túl fogalmazom. A regény nem mondja ezt, nekem sem mondom. Nem is lett volna hely, azt hiszem, igazán mély karaktereket megcsinálni ekkora terjedelmen. Tehát annyira sok szereplő van, hogy itt óhatatlanul inkább a történetek számítanak, és nem a karaktereknek a mélysége. De egy picit az allegória gondolatához visszatérve, mert a szöget ütött az előbb a fejembe, hogy olyan, mintha én miközben írtam ezekről a szereplőkről, rádöbbentem volna valamire, amit eredetileg nem terveztem, és ez a vízzel kapcsolatos, és ezt próbáltam a hátlapon kihasználni, tehát ott az tulajdonképpen egy gyűjtemény egy csomó olyan mondatból, amikben mind szerepel valamilyen formában a víz. Tehát tulajdonképpen egy történetté, egy vízről szóló történetté olvassa össze ezeket az egyébként szereplők egymás átveréseiről, vagy egymást valamilyen módon megcsaló szereplőkről szóló történeteket. És itt szerintem ez már lehet allegória, de hát mondjuk nyilván ezt nekem nem tisztem elemezni, de ott van valahol. Én nem is tiltakozom, de én azt gondolom, hogy sokkal diszeminatívabb a szöveg, mint hogy így lenne egy ilyen integratív olvasat, hogy a víz vagy valami. De én nem tiltakozom ezzel, mert nyilván az, hogy van egy ilyen szándék, és egyetlen az allegóriát, ugye a magyar művészet értelmezés, Goethe és Lukács György nyomán, azt mindig a szörnyűségekkel tartja, tehát a szimbólum, a szimbolikus az összetett, mély, komoly, az allegórikus pedig, hát ugye a barokk hagyomány vagy más, egyáltalán. De én ezt így nem olvastam, ezek értem, hogy ez a víz, de mi a számod, akkor mi az a fajta erős jelentés, amit a víz fordoz? Nem volt ez kitalálva, én tényleg csak ezekről a csaló, vagy egymást valamilyen módon átverő szereplőkről kezdtem elírni, illetve hát nyilván most van egy olyan ökológiai kontextus, amit nem lehet megkerülni, fogy a víz, mondjuk persze fogy a homok is, de a víz talán jobban fogy, vagy a víz talán több mindenre használható, az ember testével kapcsolatban is, mint a homok, de igen, tehát hogy az ökológiai rész az úgy tűnt, hogy ha sok helyen játszódnak le ezek a történetek, akkor ez egy ilyen kapocs, ami összefűzi ezeket, tehát nyilván mindenütt ott van, ami nem olyan nagy megfejtés, mert a víz az nagyon olyasmi, amivel minden nap találkozunk. Tehát amikor te mondjuk
megalkotott. Ez a terv volt, vagy egy koncept volt, vagy ezek a történetek egymás mellé rendelődtek az írás során. Tehát, mert ugye, ha egy allegorikus olvasat, az bizonyos értelemben zártá teszi a jelentést, és ahhoz képest nagyon széttartó történeteknek az egymás mellé helyezése volt. Tehát amikor ezt megalkotott, hogy ez a terv létezett, vagy a szöveg írta szét magát. Ez a második verzió történt, tehát a főszál az tulajdonképp már készült valamilyen módon, hogy talán egy kerek novella lesz belőle, de melyik volt az adat? A nigériai csalás történet, de amiről gondolom, hogy legtöbben tudjátok, hogy a nigériai csalás az olyasmi, amikor egy e-mailben vagy akár telefonhívásban előállnak, hogy ti kaptatok egy örökséget, és akkor volt valami közeli rokon, akiről valami miatt még sosem hallottatok, és ő majd nagyobb összeget szeretne rátok hagyni. Tehát az első gondolat az ez volt, hogy erről kéne egy valamilyen történetet írni, és aztán ahogy a pulyka tűzdelésnél ez zajlani szokott. Szóval mi fogod meg ebbe a nigériai csalás dologban? Ennek az abszurditása? Nem szoktak ilyen típusú témákról történetet írni. Nekem a pszichológiája volt érdekes. Egy barátom tolmácsolt valakinek, aki nagyon elhitte, hogy ő majd fog ilyen örökséget kapni, és nem lehetett róla lebeszélni. És ott tulajdonképp az a pszichológia volt mögötte, hogy ez a szerencsétlen személy, aki elhitte, hogy örökséget fog kapni, egy idő után a csalót át akarta verni. Azt gondolta, hogy ő nagyon ravasz, mert tudja, hogy nem ő az igazi örökös, de majd most átveri a csalót, és akkor innen már elég mélyen találta magát a kalamajkában. De a végén ott, ez egy teljesen más történet, ez nincs benne ebben a könyvben, de happy end-el zárult szerencsére. Ők elmentek egy szafarira, ez a Dél-afrikai Köztársaságban történt. És nem végül, a valós történet? A valós történet, ami nem derül ki a könyvben. Igen. És ők végül nem találkoztak a csalóval, elmentek egy szafarira, és utána hazajöttek. Tehát ennek, ha úgy tetszik, jó a vége. De én azt gondoltam, hogy ilyesfajta problémákról kevesen írnak, és hogy tényleg van ebben valami kétélű, ahogy te is fogalmaztál, hogy kisiklatott történetek ezek, és ez kezdett el érdekelni. De ugye ez a történetmesélésnek annak a hagyománynak ellenszegül, ami akár a képregény kultúrában, vagy az ember, vagy a mesékben, hogy a történetek jól végződnek. Hát meg gyakorlatilag a négy könyvben egyetlen történet nem végződik. Ez a gicstől való távoltságtartás, vagy egyszerűen ez a keserű világ, vagy emberi szemléletet akadályoz meg ebből, vagy egyszerűen olyat már nem lehet leírni, mert kiúrik a Metro Goldwyn oroszlánya ugye, a könyv végén. Ez jó ötlet. A következőben lehet, hogy ki fog ugrani. De a második könyv után is megígértem, hogy azután, amit írok, abban nem lesz szex, és hogy happy end lesz a végén, úgyhogy most már igazából úgy érzem, hogy ez az én saram. Nem tudok erre válaszolni, nagyon szeretnék happy endet, dolgozom rajta, úgyhogy bombázlak majd kéziratokra. Nem, nyilván csak azt akarom mondani, nyilván azért siklatott ki, mert pont arról szól, és itt elhangzott egy fontosabb szó, hogy az örökség valahogy, mint hogyha azt látnánk, hogy ez az átverés, a csalás, az szóval hagyományozódik. Ugye minden történetben megvannak a lehetőségek, szerencsésen alakulhatnak a dolgok, de többen ez a másik átverése, megcsalása, a csalásnak a motivuma, ez az az örökség, ami tulajdonképpen, vagy a történetek összekapcsolódó valami, ugye a nigériai történet, azért az örökség, az az átverés, és a legkülönbözőbb szereplők, én ezt tartom, hogy leginkább, ami ezt a történeteket integrálja, e fogalom, hogy az örökség az elhárdáluk, vagy átverésé, vagy rossz örökségé válik, de az tuti, hogy a csalás és a megcsalás, az átverés, az a legelemibb, és ugye az egészen magánéleti kis történetét, mint a pénzemben, és ugye az a kicsit ilyen kalandfilmes történet, ami nem ugye ebben a nigériai történetben van, tehát ami egy akciófilmnek, vagy egy kalandfilmnek a történet. Egyáltalán mennyire inspirálnak az ilyenfajta, mondjuk így a commerce, mozi, vagy a populáris kultúrának ezek a úgymond történetei? Rettentően, azt hiszem van is ebben a könyvben olyan jelenet, ami gyakorlatilag szóról szóra egy Hitchcock filmnek a jelenete. Ezeket imádom, tehát ezek mindig ilyen átírva. És egyáltalán te fogyasztója vagy ezeknek a könyvnek? Tehát ilyen gagyi filmeket simán megnézem. Most nem a Hitchcockra gondoltam, bocsánat. A gagyi filmek azok problémások, inkább ilyen experimentális filmek tetszenek mostanában, vagy hát legalábbis az írás technika szempontjából azok sokkal inspirálóbbak, ahol
ahol valami olyan történik a meséléssel, ami aláírásszerű. Tehát ahol rögtön látszik, hogy kicsoda a rendező azok a filmek. Mert a zsáner filmeknél lehet látni, hogy mire megy ki a játék, de ott pont erről beszélgettünk nemrég otthon, hogy ott emiatt a tartalom nagyon gyakran el is sikad, annyira erősen csak a formában merül ki a film, hogy ezeket így nem mindig szoktam mostanában újra nézni. Hát nem annyira commerce, vagy nem annyira ilyen zsáner termék, de még az előbb, amikor beszéltél, az Antigone jutott eszembe, hogy ott is végül is szerintem egy nagyon hasonló probléma van, mint itt a nigériai csalásnál, hogy tulajdonképp két törvény szegül szembe, hogy van egy isteni törvény, meg egy emberi törvény, vagy legalábbis úgy emlékszem, hogy annak idején a gimnáziumban itt tanultuk. És ja, egyébként a gimnáziumi történelmi tanárom itt van most a közönségben, és ugye azért is mondom, hogy látszom, hogy nem feledkeztem meg. Az Antigonének ezt a fajta és emiatt azt gondolom, hogy itt nagyon sok olyan szereplő van, akiknek esetleg egy olyan törvény van a fejében, ami más értelmezést tesz lehetővé. Tehát, hogy tulajdonképp a két értelmezés ütközik össze, és hogy mindenkinek igaza van a helyzetek egy részében. De csak értelmezően ördökként, vagy kis ördökként mozgált bennem az, hogy nem próbálkoztatok el csinálni egy rendes, úgymond zsáner, egy jó krimitek. Kicsert. Azért, hogy az emberek, vagy az ugyan nehéz. Mert egyszer az Esztázi mondta, hogy azért az, hogy egy miután írjak egy krimit, mert ugye ezt ráírtam, akkor mégsem írom. Tehát az egy másik, másképpen fel kell. Tehát ez egy jól játszó, és tudod is parodizálni, de élesben mi volna az, ami kihívás jelentem, mondjuk, ha ezt krimibe írod meg, vagy happy endnek. Mi az, amit nem tudsz belőle, vagy nem akarsz. Nem is, hogy nem tudsz, mert mit tudom én, mit tudsz. De nagyon szívesen írnék krimit, biztos, meg egyelőre nem biztos, hogy még... Nagyon, persze, szívesen írnék egyet egyszer. Csak ott azt veszem észre, hogy ugye a szövegnek eleve van egy mintázata, és aztán a kriminek van még egy másik mintázata, hogy bizonyos elrejtett információk után vadászik az olvasó, és akkor ezeket tök jól át kell gondolni, hogy milyen sebességgel adogoljuk. Tehát... És ahogy is tehetséget, hogy a szerejtvényszerűséget megalkozni? Inkább azt gondolom, hogy tényleg van egy mintázat, meg még egy mintázat, és akkor, hogy a krimi az bonyolultabb, mint a csak olyan általános fikció. Tehát, hogy tulajdonképp két mintázatot kell ugyanakkor a helyen eltárolni valamilyen módon. De mihez nincs eszed vagy kezed? Ahhoz, hogy ezt kitalált, hogy rejtem el, és feszültséget keresek, és mindig félrevezetsz sem az orvosot, mert aztán evidensen jön el. Vagy hogy az 50. oldalnál kitalálod általában a krimit, mint én például azért mondom a legtöbb krimit, mert egy gyors az eszem, és vagy így rájönnek. Mm-hmm. Ja, nem én baromi naív vagyok. Nekem úgy szokták megmondani, hogy néha még amikor kiderül, akkor sem értem. Igen, és hát szörnyű érzés, hogy megy az ember jegypénztár előtt kifelé, és legszívesebben venne egy új jegyet. Tehát tényleg, és akkor ugyanakkor sajnálom rá az időt, mert tudom, hogy most láttam, de... Igen, tehát ez de akkor szerencsés, hogy mert ugye ezt újra lehet olvasni a krimiket. Tehát ugye, mondjuk nekem leginkább ez szól ellen, hogy valami, hogyha egyszer már olvasni krimit, a jó könyveket el tudom még egyszer olvasni. Máshogy először nem bírom elolvasni. Egyébként felfedezték, hogy az agy máshogy tárolja el magát a történetet és a történet végét. Tehát van olyan ember, aki elfelejti a történetet, de tudja, hogy ki a gyilkos, és ugyanígy a fordítottja is létezik, hogy... De ez most kutatás, hogy te gondolsz, hogy az agy itt tárolják. Hát ez ilyen, inkább ilyen brit tudósok van, tehát ez a határosan. De van ilyen tapasztalat, valóban. És hát egyelőre, majd egyszer biztos összejön egy krimi, de egyelőre még azokat a szövegeket kell olvasnunk, amik... Ja nem, hát pont az a jó, hogy ezt a gicset nem csinálod meg. Tehát azt szerintem az iszonyú hamisság, és szerintem ez már egy valamelyik másik beszélgetés, hogy egy irtózatos nagy a késztetés tulajdonképpen a siker, azért mégiscsak az, hogy a gicsbe van. De az most nem fenyegő. Ja, hát igen, ez a, így van. Tehát tényleg így néztem, most nem baj, hogy látom egy előadás, hogy iszonyú volt, hogy mennyire gicses, és a közönség 90% egy jó színán ezt kibírja. Tehát már rég kijöttem, hanem nem vagyok udvarias. Az Ádám almájról van szó, nem akarom itt adnod. És nézd, takjuk nyáluk egybe van, és végén ugye szerencsétlen dankórosok éneklik
az örömódát, és hát nem hiszed el, hogy nem szakad le a fűből, hogy ekkora gics is. A közönségnek tetszik. És akkor azt kérdezem, vagy te vagy a hibás? Már hogy ezt az egészet, tehát ezt hamisságnak érzed? Mert ugye azért arról van szó, hogy valamit hamisítunk. Nem arról, tehát egy kicsit krimivel elmentünk, hogy elkezdünk hamisítani a világon, milyen csodálatos a világon. Hát meg hogy milyen stilémák taszítanak, mert tényleg ugye a színházak azok pont úgy találják meg a saját közönségüket, hogy általában, hogyha látod, hogy milyen pici a nézőtér, akkor már azt is látni fogod, hogy tetszeni fogja a darab. Igen, de most a szüleiről is beszélni, mert ugye ez a csalás át, és nem akarod átverni az olvasót, hogy ezek nem fordulnak, nem fordíthatók át bincsre, hogyha most egy kicsit. Ezek a történetek jól indulnak, de rosszul végződnek. Szinte mindegyik, és nehezen tudod kisiklatni a rosszat, hogyha most ilyen kicsit absztraktabban beszélünk a könyvedről. Ha pedig elkezdenéd a cukrot adagolni, akkor meg hamissá lenne. Azt nem lehetne jól megcsinálni. Nem lenne úgymond igazad idézőjelben a történet. Nem bírná el. Most ez valahogy a modern művészetnek elég nagy baja, hogy erre a dologra, hogy egyrészt nehéz elkerülni, hogy jól végződjenek a történetek, tehát mert ezt hamisságnak látjuk. Meg ugye nagy igényünk van rá, hogy olyasmit olvasunk, mert nem az emberi természetnek és a helyzetnek folyamatosan a sötét oldalával szembesít. Ezt nagyon nem olvassák, és én azt gondolom, hogy a modern irodalom ezt távolítja el. Olyan tapasztalatok birtokában vagyunk, hogy így vagy a 20. században, tehát nagyon nehéz ezt a mesék, vagy a 19. vagy amit egyszerűen a tömegkultúra sajátított ki. És a közönség viszont ezt kajálja, nem értem, hogy nem ezért fognak berohanni a boltba, hanem az áramal már itt nézik. Most egyébként látjuk, hogy a film az nagyon jó, és nyilván egy... Nekem az se tetszik. Vagy hát én a színházi előadást nem látom. De nyilván minden arról szól, egy arányi kérdés, hogy kevesebb só vagy, mennyi bors van benne, tehát minden a művészetben ezzel múlik, itt nagyon sok dolog a cukor. De akkor meg tényleg arról van szó, hogy egy kicsit az ember viszont azt is látja, hogy néha szomjazik erre, hogy egy kicsit édesebb legyen. És ezek is megédes, mert úgy is benne van, hogy ezek jó pofa helyzetek, és kedves figurák, akik hirtelen teljesen átlagosan cukiknak néznek, és a többi. Ez a kép, és akkor egyszer csak kiderül, hogy... Én azt hittem, tényleg én komolyan hittem, hogy ez egy nagyon populáris könyv lesz. És aztán, amikor az első vélemények elkezdtek visszajönni, akkor gondoltam, hogy na hát, ahol akkor ezt lehet, hogy egy kicsit félre gondoltam, mert tényleg nagyon olvasmányos a könyv. Tehát ezt többen mondták, hogy elég nehéz letenni, meg stb., hogy ilyen gyorsan végül lehet szaladni rajta. De... Igen, csak az a cselben megy végszat, és azt gondolja, hogy ez is, de mi van így együtt? De igen, és hogy emiatt mégis ilyen trükk, vagy van egy ilyen, lehet egy ilyen nehezen megfogható érzés, hogy például valaki szívesebben olvasott volna egy másik történetet. Tehát, hogy belekerült egy történetbe, és aztán ment volna ott tovább, és akkor ez a kisiklatottság, amiről az előbb beszéltünk, ez tulajdonképpen az olvasói várakozás ellenére van. Nem tudom, az előzőekhez még az kapcsolódik, hogy a múltkor egy nagyon kommersz szerzőnek a weboldalán, egy amerikai szerzőnek a weboldalán találtam egy ilyen segédletet írópalántáknak, és ez rettentő érdekes volt. Tehát ez az író csak romantikus könyveket ír, és ezek is egytől egyig az Észak-Karolina államba játszódnak, és már írt 200 darabot, és nem akar se krimit írni, semmi mást, és azt mondja, hogy ő neki ez tényleg kihívás, és hát el is hiszem, hogy már a 201. ugyanilyen sztorit, ami ugyanabban a millióban játszódik, és ugyanazokat a romantikus paneleket használja, még mindig kitalálja, és hogy ezek érdekesek legyenek. De ott olvastam ezt, hogy tulajdonképpen amilyen zsánert szeretne az ember írni, abból olvasson el sokat. És például a kriminél az fontos, hogy megtervezd, hogy hány szereplő van. Na, ilyet én soha nem szoktam csinálni, például, hogy nem találom ki, mert a kriminél az a fontos, hogy ne legyen túl sok szereplő, mert akkor nem tudjuk kitalálni, hogy ki a gyilkos, de ha nincs elég szereplő, akkor meg túl egyértelmű. Tehát, hogy kell valamilyen egészséges középutat találni azzal kapcsolatban, hogy mennyire mutatják meg magukat a szereplők. Na, ilyet azt soha nem szoktam csinálni. De ugye, és itt az elején használt, hogy történetről, tehát ugye azról van szó, hogy nem mondod a történetet, nem olyan, hogy történet elő, mert a történet az mindig van integratív dolgot.
Tehát ugye te több történetet kezdesz el, de egyet sem mondasz végig. Ez egy, mégiscsak egy pászlisszerű dolog. Tehát ugye az olvasónak kell valami kapcsolatot találni, ez metonimikus értelmezése, hasonlóságon alapú, hogy függ össze. Hát azért úgymond ezt nem fogják kajolni, mert az olvasók az egyikbe is beleszadnak másikba, és próbálja vonal szerint összekötni. De nem ezzel azért volna... vitatkoznék. Szerintem, igen, tehát szerintem van egy történet, ami elkezdődik és véget ér, és sajnos valóban ez nem egy novellás kötet. Tehát, hogyha novellás kötet lenne, akkor ahány történet lenne benne, annyi érne véget. Így viszont csak egy ér véget, ez a cselekménynek a főszála, és a mellékszálak azok sajnos nem tudnak zárlatig eljutni, mert zárlatnak nincs több hely a könyvben, csak egy zárlat lehet, hiszen egy történetet mesél végig, és ezért az utolsó része a zárlat. Én szívesen mondjam, hogy lebutítsd a könyvet, nekem semmi problémám ezzel. De tökben ugye az a helyzet... Én ennyit értettem meg belőle. De ez a fő és mellék, tehát olyan, mintha ezek a történetek illeszkednének, és nem, de nem illenek össze, nem egyik a másiknak a folytatása. Valóban az, hogy befejezd a könyvet, és úgy fejezd be, ahogy befejezd, amit egy nyitva marad az ajtó, hogy tulajdonképpen ez a csávon, amikor rájön, hogy a csaj ezt az egészet végig fogja csinálni, és ennek mondjuk így minimum, hogyha így folytatjuk, nem kell folytatni, mert olvasók szeretői, akkor most elválnak. Fölvágja az elejét, és egy... Ilyen nincs benne. Na ezt mondom, tehát ugye egy valami tragédiának az előszele, és ez zárja. A marketingnek annyira akasztó lenne, amiről most beszélünk. Világos, de jó, de figyelj, de azért azt, amikor rájön, hogy a csaj, akkor arról beszél, hogy mennyi a szállat, és milyen hideg adja, bánni kell ezzel, és tulajdonképpen a szívébe ott a hidegség a csávonnak. Ez mondjuk jól nem végződik, hát nyilván csak szórakozom, amikor is ilyen hülyeséget találok ki, de általában a regényírók ilyen hülyeséget szoktak kitalálni, hogy mit tudom én, öngyilkos lesz a csávó, vagy megölni. Hát, ezeket ki kell hagyni, mert már a gics vizéje. Tehát még mit tudom, milyen szerencséjük volt, hogy 1900-as íróknak, hogy meg tudták írni, hogy annak, hogy öngyilkos lehet, megtartta a feleségét, vagyis a feleség megszólt, a bovarini is öngyilkos lehet. Ezt már nem bírja el, túl fájdalmas, vagy túl banális. Tehát ezt már megírták, ezt ki kell hagyni. Na és ezért mondom, hogy azért ez a különböző történetek, ilyen ötben nem történet, fragmentumok, amelyek mutatják, hogy történetek. Hát ezt jobb használni, értem, hogy történetek, de ezek zsugorított történetek, de nincsenek úgymond végigmondva. És ezt a tanulságot is kivonják, hogy akkor mi volna, ha úgy volna. És ezek adnak ki egy mintázatot, de nem függnek össze szorosan. Azért mondom, hogy az illeszkedésekből, és az olvasók ezt nem szeretik, hogy ugye miért nincs végigmondva ez? Miért nem tudjuk meg, hogy ki a gyilkos? Mi is történik vele? Ráadásul még egyébként az a probléma, amit eddig megkíméltelek, mert nem tudtam, hogy tényleg jóvért szülne, hogy amikor ezt egy mappában elkezdtem írni, akkor ez egy regénynek csak a fele volt. Tehát ez elvileg úgy nézett volna ki, hogy tulajdonképp két szálon futott volna ez a történet, és most ebben a könyvben csak az egyik történet szál van benne. Tehát, hogy itt is, így is lett, nem tudom, legalább 40 szereplő, és akkor mondjuk képzeld el azt, hogy váltakozva jöttek volna a fejezetek, és akkor a páratlan fejezetekben mondjuk ez a 40 szereplő vonult volna föl, a páros fejezetekben meg valóban mindig ugyanaz a két-három másik szereplő, akik a másik szálon futottak. Tehát még ezzel is összekapcsolódott, csak aztán úgy éreztem, hogy tényleg ez lehet, hogy kicsit sok. Igen, a Bandi szoktam még erre mondani, hogy ez sok. Tehát már 40 is sok vagy, nem tudod, tehát ugye mi az, ami sok érte, tehát ugye, ha itt nem tudsz egybe agyba tartani, hogy ezek, mert itt is mondom, az olvasásnak az a nehéz tapasztalat, hogy érted, de ez a kis mikrotörténet az, ez hogyan, és hogyha még ezt így még felszorozod kettőre, és még szeretve, akkor az ember amikor és csak mellékszál, akkor orosz regényeket olvas, hogy neveket el. Tehát nem tudja, nekem az én agyam nem tudja, hogy kinek az, hogy három nevűek, és most ez testvére, ez anyja, vagy nem tudom én micsodája, és van vagy 20 ilyen szereplő, belefáradsz, hogy ki és hogyan. De ugye ez egy orosz olvasnak nem akkora probléma, de egyáltalán azért, hogyha nagyon sokat használja a szereplőket, kvázi ugye lefokozza, és tudja, az olvasónak elvész az érdeklődése, hogy mondjuk most 80 szereplőt egyébként miért ne lehetne, mindent lehet, nincs így lehatárolva, csak ugye mi az olvasó emlékezete, másrészt, hogy mégiscsak az olvasó érdeklődését föl kell keltened, és valamilyen módon végig kell vinned, és hogyha ő elunja, az ezer ok miatt, de például nem tudom terve tartani már a különböző szálakat, mert azért ez tényleg nagyon rövid, és olvastatja magát, de van egy olyan érzés, na ez mi volt?
ez hogyan is van, ez most bóztréfa, szórakozik vele, vagy ki akar fogni, komoly, nem komoly, vidám, nem, ez nagyon, nagyon érdekesen van egybejátszva. Tehát itt nem lehet annyira szétválasztani a tragikust a humorostól, mondjuk az Egon nem fáradt, vagy a Miki nem finnyás szövegei, inkább ilyenek, és valahogy ez szétválaszthatatlan, és ez nem. Ezért mondom, hogyha homogenizálni akarjuk, hogy egy realista valami, a realista az egy bizonyos ilyen objektivitásra törekszik, hogy hát ilyen a világ. Nem tudjuk megmondani, hogy ilyen a világ. Hát az én nézőpontom volt talán ilyen. Az sem biztos, hogy mindenki a csalás és átverést tönkrehet nekem. Ezt milyen jó pofa, a csaj megszerte a móvéta, és elfut vele, és ez a hülye balfasz férjétnek kigolyóz ebből a történetből. Ez a tanulsága. De pont a tanulságnak a visszavonása, szerintem, mert a korábbi irodalom, a realista, iszonyatosan moralizált. És a morális kérdések fontosak, de választ adni még a nagyszerű Camus-nek, hogy a nagyszerű regényében és az idegenben is. A másik rész azért esik, amikor ott elkezdődött a videó, nincs új nézés, miért? Azt mondom, már nem bírja az irodalom. A korszak elbírta, tehát egy másik, tehát ne felejtsük el, hogy a korszakok, azok mások voltak, tehát vagy a sok tanulságot, amit mondjuk Tolsztoj belecsempész a regényeibe. Azokat ma már, ahogy Füstmilán mondja, hogy az a Marha Levin szemvelgései nem nagyon érdekelnek, pedig hát ő azért írta meg, hogy milyen legyen az a derék orosz ember, aki nem ilyen léha, mint a másik kettő, meg ilyen. Holott a regénynek, most az annak a regényről beszélünk, inkább ez a része él. Na mindegy, tehát azt akarom mondani, hogy amikor morális készséget feszegetsz, azokat a dilemmákat mutatod meg, és nem mondasz rá érvényes választ. Tehát ezért nem tudod úgymond integrálni a történetet. Tehát nem egy történetet. És ez tulajdonképpen, ez a probléma, amit fölvázoltál, ez szerintem elég szorosan kapcsolódik az idő problémájához is. Tehát morált akkor lehet stabilizálni, hogyha tényleg van egy olyan lineáris előrehaladás, ahol stabil helyzetek során át eljutunk valahova. Ugyanakkor az a fajta időtapasztalat, ami egy ilyen, mostanában sokat szokták mondani, ugye, hogy van ez a médiatizált tudat, meg egy csomó minden, ami egymáshoz mellé rendelt helyzeteket, vagy akár időkokat tesz bele a köznapi embernek a tapasztalatába, ott a morális szerintem erre a fajta rugóra kezd el járni, hogy nem tudunk olyan konklúzióhoz jutni, ami nem vonja vissza magát, illetve nem biztos, hogy a konklúzió később jön, mint maga azok a paraméterek, amik alapján el kéne kezdenünk keresni a konklúziót, és tehát ezért gondolom, hogy igen. Idő és morál tulajdonképpen ebben a beszélgetésben most kéz a kézben lehetnek. Így van, meg egy zártabb világot és világrendet feltételez, vagy olyan fajta hiteket, ahol van egyfajta morálnak egy érvényessége. Másrészt meg az irodalom inkább kérdez, tehát a dilemmára mond, és nem válaszolok, nem tudom, hogy mi úgy mondja, és az életet tudom, de hát ugye a nagyon sok könyv azért válik esendővé a magyar irodalommal is, mert hát az ifjúság irodalom dolga, hogy megmondjuk, hogy mi a helyes élet. Az nem az irodalom feladata. Az ugye a etiketleckék meg a hittantanároknak, vagy morálfilozófusoknak dolga, bizonyos kízód, ami megoldhatatlan, az az irodalom. Ami válaszokat ad, hogy mi a helyes élet, tehát morális dilemmákra választa. Itt tudom, én Ibsent nagyon szeretem, de hát egy csomó dolog nem a képen fáraszt annak a moralizmusa. Vagy általában nagyon morális szerző, és ebben elég sok jó van, az ugye ilyen etikett és etika órát. Hát nem, ugye az ember nem ilyen, tudjuk, hogy nem, tudjuk, hogy ez van, és mégiscsak megszegik. Tehát, vagy megszegődik a morál. Másrészt meg nincs egy olyan fajta világunk, ahol már egy érvényes morális rend, vagy van egy fölöttünk lévő valami, hogy a bűnért megbűnünk. Egyáltalán nem ez a tapasztalat. Ennél sokkal kesebb. Egyáltalán nem gondoljuk Magyarországon, hogy akár lopásért, akár gyilkosságért, besúgásért, valamiféle. Hát ők egy bíró a dolog. Hogyha szerencsé, hogy nem aktualizálódik a könyv, de hát az a fajta 21. század tapasztalat, vagy ez a posztkommunista világ, vagy egyáltalán világban nem látod, hogy igen, általában a gyilkosok megbűnhődnek, vagy a csalók lelepleződnek, és így tovább. Inkább a fordítottja a tapasztalatunk, hogy ez nem történik meg, és szerintem ebben jó a könyv, hogy ez a leleplezés, ez a olvasó sejt, hogy ideig jut. De nem kell ítélkeznie. És ebből szerintem ez a valami a jó a könyv, vagy ez az ítéletet vonja vissza.
Erre eddig még nem is gondoltam, de most, ahogy ezt elvezetted, az jutott az eszembe, hogy tulajdonképpen az amerikai minimalizmus, amit a beszélgetés elején érintettünk, ott ugye erről szoktak beszélni, hogy van egy következményes én, hogy történt valami trauma, vagy történt valami nagy dolog, ami egyszerűen kimarad a képből, nem fókuszálunk rá, hanem ott van egy szereplő, aki küzd azokkal a problémákkal, amiket ez a helyzet, amiről nem tudunk, és a leírásait később se kapjuk meg, ez a helyzet okozott valamit, amitől ő fogyatékosan vagy furcsán viselkedik, és ilyen szempontból ez a tökéletes fordítottja ennek a következmények nélküli világnak, amit megesetleg tényleg a mai magyar utca vagy közgondolkodás valóságaként ismerhetünk föl. Ami tényleg a tanulságokat és a megmondóságot illeti, azt hiszem, hogy ez a könyv valamennyire kakukk tojás, mert tényleg, ahogy mondtam, ennek a mappának még van egy másik fele, és ott mind ott vannak a válaszok. Tehát tulajdonképpen ezeket megírtam. Nem lelkesítettél fel. Elkészültek, csak... Itt lelkesen beszélek erről, kiderül, hogy közben titokban mégiscsak egy Spinoza vagy. Jó. Tehát van egy ilyen, a Haramiák visszatér, vagy hát nyilván nem ez a címe, de valamilyen módon felfogható így. Tehát az összes válasz, hogyha valaki kicsit is kreatív lenne, és megpróbál magának kitalálni, akkor lebeszélem róla, mert vár egy évet, és megkapja őket. Olvassál belőle egy részletet, jó. Választottam egy nagyon rövid részt, ami inkább csak egy ilyen ízelítő, inkább csak az, hogy milyen mondatok vannak itt. Ez kb. Egy oldal, azt hiszem, ilyen 3-4 perc alatt föl tudom olvasni. Ez a második nincsenek fejezetcímek, hanem számozott fejezetek vannak, és a természetesen 17 darab, mert azért még nem sok, és a második fejezet elejéről származik. Az összeg 50%-áról számlát adunk, vagyis a 10%-áról, mondta a férfi, akinek kilógott az alsó nadrágja még decemberben. Hibátlan kéró volt, parkettás, nagy belmagasságú. Gábor pár órája találta a hirdetést, rögtön telefonált, és kiderült, hogy az ingatlanos éppen a lakásban van, a tulajdonossal együtt. Az ingatlanos 40 körüli nő volt, aki rá is játszott, mennyire penge a külseje. Szép szőke haj, tökéletes kosztüm, magas sarkú, harisnya, formás vádli. Az első két havi díj 50%-a, az egész éves összeg 10%-a, folytatta a férfi. Gábor nem figyelt. Óriási tervezőasztaloknál álltak, mindegyikre bonyolult mérnöki lámpa volt felszerelve. És igen, a férfi öltönynadrágjának hátsó fele, a derékrésztől egész lentig, a slic felé visszaforduló varrás mentén végig kihasadt. A hasadék adakozó lyukként tátongott, de erre a furcsaságra a beszélgetés egyáltalán nem utalt. Ebben már a vízdíj, a villanyszámla és a gázszámla is benne van, mondta az ingatlanos. A hangja is szexi volt. Persze takarékos használat mellett. A lámpákat le kell oltani, és nem lehet egész nap zuhanyozni. Tette hozzá a hasadnadrágú férfi valószínűtlenül. Gábor úgy érezte, tulajdonképp a hasadéktól bérli ki a lakást. Adakozó, kitárulkozó hasadásnak tűnt, amely nagylelkűen látni engedte a férfi régi fajta, fehér alsónadrágját. Gábor egyéb iránt nem drágálotta a bérleti díjat, és megfeleltek neki a kikötések. Nincs szükségem számlára, mondta. Egyeztettem a könyvelővel. Ő mondta, hogy így kellene csinálnunk. Gábornak végeredményben szimpatikus volt a tulajdonos. Egy olyan lehetséges világban, ahol nem hasad ki a nadrágja, vagy ahol pár szóval említést tesz a kis balesetről, netán nadrágot vált, barátok lehettek volna. De Gábornak nem hiányoztak új barátok. Köszönöm. Itt még megy tovább a szöveg, csak most nem olvasom tovább. Mondom, hogy annyit olvasom, hogy kedvettelem sem. És általában remélem, hogy a bemutatom nem mondtuk el ki a gyilkos. Nyilván meg lehet találni a könyvben, és ehhez kívánok sok szerencsét az olvasóknak, és neked. Köszönöm szépen.